Sziasztok! Ezúttal egy elfogyott termékes videóval készültem nektek, amit már nagyon-nagyon vártam, ugyanis gyakorlatilag hegyekben áll hetek óta a fürdőszobában a sok-sok üres flakon és tubus. Na jó, azért nem hegyekben, de a szatyor, amiben szoktam gyűjteni ezeket az üres flakonokat, gyakorlatilag teljesen fullon van. Nagyon régen volt már ilyen elfogyott termékes videó, úgyhogy nagyon vártam már, hogy csinálhassak egy újat. Nem is húzom tovább a szót, hanem vágjunk bele, mert tényleg, tényleg rengeteg termékről kell beszélnünk. Random fogok haladni, csak így húzogatom ki a flakonokat és mondom a véleményemet. Itt van először is ez a két fa Soft and Control izzadásgátló spré. Ebből biztos, hogy lesz még szerintem a szatyorban legalább egy vagy kettő, mert hogy én ezeket megkaptam tesztelésre, pontosabban először vaktesztelésen vettem részt, vagyis nem tudtam, hogy ezeket a dezodorokat tesztelem. Egy ilyen sima fehér csomagolása volt a flakonnak, és nagyon-nagyon szerettem őket, szerintem nagyon jó illata van ezeknek a fadezodoroknak. Az izzadásgátló hatásukkal is meg voltam elégedve, jó, nem az a brutál izzadásgátló, de szerintem megfelelő, legalábbis számomra. Én egyébként vagy sprét, vagy pedig stiftet szoktam használni izzadásgátlásra, de általában inkább sprét, mert ez valahogy kényelmesebb, úgyhogy én ezeket nagyon szerettem. A következő az egy ilyen hatalmas Vagegy doboz, ami egy limitált kollekció volt, azt hiszem, és karácsony környékén kaptam. Ebben egyébként egy arcvaj van tulajdonképpen, így nézett ki a csomagolása, és ezt főként télen használtam, mert ez egy eléggé sűrű és tápláló krém, tehát inkább télen volt szüksége ilyesmire a bőrömnek, amikor szárazabb, de egyszerűen imádtam ezt a krémet, pedig azt gondoltam, hogy ez nagyon-nagyon nehezen fog beszívódni, de egyáltalán nem, ahhoz képest, hogy mennyire sűrű és gazdag a krém, viszonylag gyorsan beszívta a bőröm, és hihetetlenül jól hidratálta, táplálta, ápolta, ugyanakkor nem zsírosította, nem nehezítette el, nem okozott semmilyen irritációt vagy pattanást, úgyhogy nagyon szerettem ezt a krémet. Egyébként úgy izzadok, mint az állat. El nem tudom mondani nektek, hogy mennyire melegen van, de mindegy. Szóval, hogyha esetleg így gyönyözik a homlokom, vagy bármilyen izzadságcseppet látok valahol, akkor elnézést kérek, de baromi meleg van. Aztán egy örök kedvencem a Garnier Essential Sensitive nyugtató tonik vitaminna, amiből szerintem lesz még a szatyorban. Azt hiszem, ezt megszüntették. Vagy legalábbis a DM-ben nem láttam ezt a terméket már, és valaki mintha írta volna, hogy ezt kivonták. Na most remélem, hogy csak azért, hogy esetleg a csomagolását átalakítsák, de hogyha ez megszűnt, akkor nekem annyi. Egyébként van még a szekrényben belőle két flakonnal, de ezt akkor sem szüntethetik meg, mert én ezt egyszerűen imádom. Van itt egy Dove sampon és balzsam, mégpedig az Intensive Repair sampon és balzsam, amikért én annyira nem voltam oda, megmondom őszintén, hogy elhasználgattam, de úgy éreztem, mintha elnehezítené a hajamat, szóval lehet, hogy egy kicsit túl sok volt a hajamnak, pedig én általában szeretem egyébként a Dove samponokat, de ez valahogy annyira nem volt a kedvencem. Ja igen, itt van még a fadezodor a vaktesztes csomagolásban. Van egy csomó tusfürdő is természetesen, amit elhasználtam, köztük 3 darab Dove tusfürdő. Ezt nagyon-nagyon szerettem, ez a kört és aloeverás, ennek isteni finom frissítő illata van, úristen, annyira finom, gyümölcsös, élénkítő, nem tudom, egyszer a nagy melegben isteni volt ezzel zuhanyozni, nagyon-nagyon szerettem. Aztán itt van még ez a Purely Pampering, ez ugye ilyen krémtusfürdő, ez nagyon sűrű, nagyon gazdag, ezt is nagyon szerettem. Illetve van itt egy avokádó olajos és körömvirág kivonatot tartalmazó Dove tűzfürdő is, ami annyira nem volt a kedvencem, és igazából az illata miatt. Valahogy nekem olyan furcsa volt az illata. Nem rossz, nem büdös vagy ilyesmi, csak nem sikerült megbarátkoznom az illatával, pedig egyébként nem egy rossz tűzfürdő, ez kicsit olyan meh volt. Itt van egyébként a kört és aloeverás dezodor is, amit szintén nagyon szerettem, és főleg az illata miatt szerettem egyébként, de az izzadásgátló hatása sem volt rossz. Egyébként én általában Dove fújós dezodorokat szoktam használni, csak nem ezt a fajtát, hanem a klasszikus kéket, vagy pedig a rózsaszín kupakosat. A következő az egy Baba kényeztető tusfürdő magnólia illattal. Ezt is nagyon szerettem, ennek picit ilyen púderes, virágos illata van, de nagyon kellemes, egyáltalán nem sok. És hát mit mondjak egy tusfürdőről, olyan nagyon nem lehet mellé nyúlni az egy tusfürdővel, főleg, hogyha jó az illata. Úristen, a homlokom az konkrétan úgy fénylik, mint egy korcsolyapálya. Elhasználtam ezt a The Body Shop British Rose habfürdőt is, amit nagyon-nagyon sokáig használtam, mivel viszonylag ritkán fürdök kádban, de ezt hihetetlenül szerettem, mert annyira finom,
igazi rózsaillata van, és én imádom a rózsaillatot, hogyha finom rózsaillat, és nem ilyen úderes nagymam is, már elnézést kérek, de ennek nagyon-nagyon finom illata volt, és nagyon jó habja is volt, úgyhogy igazi kényeztető érzés volt ezzel füldeni. Itt van még ez a pupa, olajos, ilyen sminkeltávolító valami, aminek roppant gusztustalan a flakonja, mert hogy így kifolyott belőle a cucc, ugyanis a kupakja, nem tudom, elég béna volt neki, igazából nem is nagyon szerettem, nem is használtam el az összeset, de már nem volt gusztusom hozzányúlni, mert tényleg undi a flakonja, szóval ezért nem voltam különösebben oda. Van itt egy Rossmann saját márkás Wellness and Beauty ilyen folyékony szappan, ez az érzéki cseresznyevirágos és rózsakivonatos kis szappanocska, amit nagyon szerettem, nagyon jó illata volt, jól tisztította a bőrömet, nem szárította. Ezekről a termékekről már beszéltem külön egy videóban régebben, ezt beteszem majd föntre, illetve a videó alatti leírásba is. Ezek a Mix Nature termékek, amiket én kevertem össze magamnak, vagyis én választhattam ki, hogy milyen összetevők kerüljenek bele. Volt itt egy arckrém, egy arcradír, illetve egy hajmaszk. Igazából mindegyiket nagyon szerettem, de a hajmaszk volt a legeslegnagyobb kedvencem, mert gyönyörű, puha és fényes volt tőle a hajam. De tényleg mind a három nagyon jó volt, hogyha kíváncsiak vagytok ezekre részletesebben is, akkor nézzétek meg azt a videót. Itt van két dolog, amit igazából nem használtam el, mert mindkét flakon nagyjából egyharmadik van még. Ez a Shauma regeneráló sampon és balzsam 7 virág olajával száraz és elgyengült hajra. És megmondom őszintén, hogy ezeket azért vettem meg, mert a Schwarzkopf professzionálnek van egy ilyen rózsaszín flakonos, rózsa olajat, meg nem tudom én micsodát tartalmazó termékcsaládja, amit egyszerűen imádtam, és valamiért azt hittem, hogy hát ha ez is valami olyasmi lesz, hát nem. Nem csináltak semmi extrát a hajammal, nem adott annyi pluszt a hajamnak, hogy elhasználjam őket. Úgyhogy nagyon sajnálom, mert egyébként jó illata volt, de a hajamhoz tényleg semmi extrát nem adtak hozzá. Van itt még néhány fürdőtudsz, többek között ez a Dove Beauty Pampering tusfürdő, amiben mandulakrém és hibiszkusz van, nagyon-nagyon finom, milyen krémes illata van, nagyon sűrű, de ezt már annyiszor elmondtam, hogy nagyon szeretem ezeket a Dove Beauty Pampering krémtusfürdőket, szóval nem nagyon tudom tovább ragozni, ezt is szerettem. Itt van ez a Balea tusoló zselé, aminek mi ez a marshmallows? Szivacs cukor vagy habcukor? Úristen, teljesen degenerált vagyok. Úristen, írjátok majd meg kommentben, nem jut eszembe a neve. Szóval ennek ilyen nagyon cukros, édes illata volt, kicsit talán már too much is. A végén, amikor már nagyon nem bírtam, akkor kézmosónak használtam el, de egyébként tökre tetszik a csomagolása, szóval így egynek jó volt. Ez az Izana limitált ilyen habfürdő acai bogyó kivonattal. Éppen akkor, amikor ezt megkaptam tesztelésre, volt egy rakat tusfürdőm, viszont nem nagyon volt kézmosó szappanom, úgyhogy szépen beletettem a szappannak a tartójába, és elhasználtam annak, de igazából annak is nagyon jó volt, és ennek olyan igazi bogyós gyümölcs illata van. Úgyhogy I'm sorry, de én ezt nem habfürdőként használtam. Még egy vaktesztes fadezodor, az már összesen 4 fadezodor. Találtam még egy sampon és balzsam párost, ez az Avon Advanced Techniques Supreme Oils with Nutri-5 Complex, úristen, de sokféle neve van ennek. Tábláló sampon minden hajtípusra, roppant undi már ezeknek is a flakonja, mivel ebben a szatyorban így egymásra csöpögött mindenből a víz, szóval nézzétek el nekem, léci, a flakonoknak az állapotát, de ezt egyébként nagyon szerettem, mert nagyon puha volt tőle a hajam, tényleg táplálta, úgyhogy nagyon szerettem ezt a sampont és balzsamot. Még egy tusfürdő, ez a Balea Limitált Sweet Wonderland vanília és rózsaillatú tusfürdő. Imádom a Balea tusfürdőket, de tényleg, hát 270 forintba kerülnek, könyörgöm. Tehát ha esetleg olyan nagyon-nagyon rossz lenne, azért 270 forint nem annyira nagy veszteség, de igazából az égvilágon semmi bajom nem volt ezzel a tusfürdővel, nagyon szerettem az illatát, jól habzott, jól tisztított, ennyi. Na és akkor még néhány Garnier termék, többek között a tonik, amiről már beszéltem egy pár perccel ezelőtt, illetve van itt két érzékeny bőre való micellás víz is, az egyik ez a picike flakon, a másik pedig a nagyobbik. Az a szívás, hogy ennek nem lehet letekerni a tetejét, pedig utazáskor tök jó lenne, hogyha ebbe csak így áttölteném, de gondolom ezt ők is tudják. Nem, inkább vegyél még egy ilyen kicsi flakonnal. Egyébként imádom
használom ezt a micellás vizet, én ezzel szoktam lemosni a sminkemet, úgyhogy nagyon szeretem. Viszont ezt a kétfázisú micellás vizet annyira nem szerettem, megmondom őszintén. Én eleve nem nagyon szeretem a kétfázisú ilyen sminklemosókat, és ez sem lett a kedvencem. Nem tudom, valahogy nem szeretem az olajos érzést, amit hagy maga után. Nekem nem is tűnt annyira alaposnak, mint a rózsaszín verzió, úgyhogy elhasználgattam, de nem voltam érte oda olyan nagyon különösen. Nem volt rossz, de ezt még mindig jobban szeretem. Még két dezodor. Az egyik a korábban már említett Dove Original dezodor, amit nagyon-nagyon szeretek, mert jó az izzadásgátló hatása és olyan viszonylag semleges illata van, illetve van itt egy ilyen mini borotalkó dezodor, ami szerintem valamilyen meglepetés dobozban volt benne, talán fixibekben vagy hasonlóan. Elfelejtettem, hogy szeretem, és ezért nem vettem belőle. Szóval legközelebb lehet, hogy ilyet fogok venni, mert egyébként ez egy nagyon jó kis dezodor. Van itt két Bielenda arcápoló is, egyiket sem használtam el teljesen, sőt, de az az igazság, hogy ezek már olyan régóta vannak nyitva, hogy nem mertem már őket használni. Ez egy ilyen argános arcolaj, illetve van egy hidratáló krém is, amit szintén tavaly nyáron bontottam fel, és ugye írják, hogy 6 hónapig érvényes a felbontástól számítva. Ez a Super Power krém, vagy valami hasonló. Nem volt egy rossz krém, mert jól hidratált, gyorsan felszívódott, nem zsírosította a bőrömet, csak hát mondom, ezt már így nem mertem elhasználni, ilyen régen bontottam fel. Kitartás, mert már a finishben vagyunk, tényleg nincs már hátra sok minden. Van itt pár fogkrém, nyilván nem csak ennyi fogkrémet használtunk el, de a fogkrémes tubusokat általában mindig kidobom, vagy ha én nem, akkor a férjem. De egyébként leggyakrabban ezt a Himalaya Herbals Sparkly White fogkrémet szoktuk használni, mert ezt szereti a férjem is a legjobban, meg igazából én is. De ezt a Signal White-nál Glossy Streak fogkrémet is szeretem én legalábbis. A férjem nem annyira, ő jobban szereti ezt, én viszont mindkettőt szeretem, mert mindkettőnek van fehérítő hatása. Még két bőrápoló termék, aztán van még néhány smink. Az egyik az a L'Oreal Skin Perfection szemkörnyékápoló, amit nagyon-nagyon szerettem egy időben, mert valahogy kiemeli a tekintetet, jól hidratál, gyorsan felszívódik, szóval tök jól lehet rá sminkelni is. Ezt sem használtam el teljesen, mert ezt is már nagyon régen felbontottam, és sajnos elfeledkeztem róla. Illetve szintén nagyon szeretem a Fee Pazar Café ébresztő szemkörnyékápolót. Ez kávérajongóknak egyszerűen kötelező, tök jó, hogy pumpás adagolója van, szóval abszolút higiénikus, és ezeket a reggeli duzzanatokat nagyon szépen lehúzza, élénkít, frissíti a szemkörnyéket, úgyhogy tényleg nagyon szuper. Erről régebben írtam egyébként a blogon egy bejegyzést, úgyhogy azt majd belinkelem nektek alulra. Elfogyott egy óriási kedvenc parfümöm is, ez pedig a Zadigan Walter This Is Her nevű parfüm. Úristen, nagyon-nagyon finom illata van, de ez inkább egy őszi illat, mert hogy gesztenye is van benne. Erről is írtam a blogon, mert tényleg nagyon különleges és egyedi illat, legalábbis én még nem szagoltam ilyesmit. Lehet egyébként, hogy ősszel újra fogom venni, mert nagyon-nagyon szerettem. Most így nyáron nem tudnám elképzelni magamon, de ősszel, illetve a hidegebb hónapokban szerintem egy isteni finom illat. Ezeket sajnos ki kell dobnom, ezek Sigma krémes szemfestékek vagy szemhéjalapok, amiket már nagyon-nagyon régen vásároltam, és hát sajnos az a helyzet, hogy beszáradtak, és már jó ideje takargattam őket a fiókban, mert nem mertem kidobni őket, hiszen a Sigma azért nem egy annyira nagyon olcsó márka. Jók voltak, de olyan nagyon-nagyon nem voltam elájulva tőlük. Jobban szeretem például a Maybelline Color Tattoo termékeket, meg egy csomó ilyen tégelyes, krémes szemfesték van már, szóval lehet azért olcsóbban is hozzájutni ilyesmihez. Nem voltak rosszak. Igazából vérzik a szívem, hogy ki kell dobnom őket, de csak azért, mert drágák voltak, de olyan nagyon-nagyon nem imádtam őket. És a végére pedig egy szolon szempillaspirál maradt, ez a Fancy Blink Mascara, ami egy kétvégű szempillaspirál, ugye az egyik végén van egy ilyen fehér színű, ezzel tudjuk ugye alakozni a pillákat, és akkor utána pedig maga a fekete szín. Mindegyiknek ilyen gumisört és keféje van, és egyébként egy jó kis szempillaspirál volt, de azért olyan nagyon-nagyon drámai pillákat nem tudtam vele csinálni. Vannak ennél nagyobb kedvenceim is, de alapvetően nem volt egy rossz szempillaspirál, és ezzel végre elfogytak a kiürült flakonok, végre mehetek kidobni őket, és kezdhetem gyűjteni az újabb adagot. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha esetleg valamit próbáltatok ezek közül, van kedvencetek, vagy esetleg antikedvencetek a bemutatott
termékek között, akkor mindenféleképpen írjátok meg kommentben, mert mindig nagyon szeretem olvasni a ti véleményeteket. Hogyha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha még nem tettétek meg. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!